Ezek a pizsamás ifjak nem állarcos bárra készülnek, csupán házigazdái az első Brass Vegas Fesztiválnak. A tolnai zenekar olyan találkozót szervezett, melyel demonstrálni akarta, téves az elképzelés, hogy aki trombitás, az szomorú zenész. Tari Gergely és csapata egy látványos, jó hangulatú találkozót álmodott, és látva a történéseket valósított is meg. És hogy kerül egy repkedő lány egy fúvós találkozóra? Kérdezhetik joggal. Nos, ő is és csoportja is a show része. Akár nemzetközinek is nevezhetnénk a találkozót, hiszen a baráti zenekarok között, akiket meghívtak a tolnaiak, volt határon túli együttes is. Mindez egy folyamat első állomása, mondta Tari Gergő. Főpróbát tartunk. A Brass Vegas az előfesztiválja a jövő évi nagy fesztiválnak, amit valószínűleg több naposra fogunk tervezni, és a zenekaroknak majd ilyen eszement feladatokat is meg kell oldani, mint például gyorsasági menet, nagy dobolás, meg hasonló hülyeségek, úgyhogy így alakult, és most csak egyelőre megnézzük, hogy van-e rá igény. Nagyon sok olyan kapcsolatunk van most már, hál' Istennek, zenekarokkal, amit ápolni kell, és ez ilyen formán egy nagyon jó lehetőség erre. Mindegyik zenekarral kapcsolatot építünk, illetve ápolunk. A szexárdiakat ugye ismerjük, közel vannak hozzánk, abszolút rálátunk az ő munkájukra. Bátaszéki zenekarnak a karmestere Kolozsvári Gábor, ő a Tolnai Zeneiskolában tanult annak idején, tehát itt is szoros a kötődés. A Vivace Táncegyesülettel én egy másik zenekarral találkoztam Budapesten, és onnan jött a kapcsolatunk igazából, de nagyon örülök nekik is, hogy itt vannak. Szabadkai zenekar pedig már tavaly is járt itt Tolnán a Fúvós Fesztiválon, úgyhogy őket is ismerjük. Egy ilyen nagyszabású rendezvény megnyitójára a polgármester szép gondolatokkal érkezik. Ezt tette Appelshofer Ágnes is, aki többek között arról beszélt, mit okoz a zene az emberek lelkében. Engedjék meg, hogy hajdani nagy művész szavait idézzem. Egyszer házasodtam, de igazi szerelmem mindig is a trombita volt. Ez a drámai vallomás az aranyszájú trombitástól, Louis Armstrongtól származik. A mai vidám sokadalomban gondolom akadnak olyanok, akik némiképp hasonló cipőben járnak, mint a nagy Szácsmó, és feltétlenül a házasságkötések számát illetően. Szerintem csak a trombita iránt lehet ilyen mélyen, szenvedélyesen érezni. Hála a mindenkori hangszerkészítők zsenialitásának, az évszázadok alatt rengetegféle instrumentumot, köztük különböző fúvós hangszert produkált az emberi találékonyság és a zene szeretete. Nem utolsó sorban abból a célból, és ez a fúvós hangszerekre különösen igaz, hogy ezeket az egymástól akár jelentősen különböző hangú hangszereket közösen megszólaltatva újabb és újabb zenei minőségeket lehessen elérni. Hát magas zenei minőségben nem volt hiány. A rendezvény biztosan elérte a célját, láthatóan mindenki jól szórakozott, és a zenekar készülhet a következő rendezvényre. Azt gondolom, hogy a város kulturális értékeit is ez nagyban tudja majd emelni a színvonalat, és igyekszünk olyan fesztivált létrehozni, ahol mindenki jól érzi magát, kicsik, nagyok is.